Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit! Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás újra választotta elnökségét. A polgármesterek tanácsa Pintér Szilárdot, Dombóvárváros polgármesterét választotta elnökül, aki Csikostöttös polgármestereként már vezette a grémium munkáját. A Kaposmenti térség polgármestereinek közös tanácsa egyhangú szavazással választotta ismételten elnökül Pintér Szilárdot, aki az előző ciklusban Csikostöttös vezetőjeként már elnökölt a testületben. A választásokat követően Dombóvár polgármestere lett, és azonnal bejelentették csatlakozásukat a térségi szervezethez. Az a társulás, amelyet a kényszer hozott létre 2014. decemberében Dombóvár összeférhetetlen viselkedésének következményeképpen, tavaly választások után összeforrt. Az önkormányzati törvény minden paragrafusát betartva születhetett meg ma az a döntés, hiszen december 31-ig meghoztuk a csatlakozási szándékra nyilatkozatunkat, fél év múlva lehetett ez a társuláshoz csatlakozni, és ma már azon kívül, hogy Dombóvár teljes jogú tagja ennek a társulásnak, mai napon kollégák újból engemet választottak meg elnöknek, amit én ezután is szeretnék nekik nagyon megköszönni. Ez a járás 16 település, és nem 15 plusz 1. Olyan dolgokat tudunk észszerűsíteni, racionalizálni, amelyek mentén eddig párhuzamosan futottak egymás mellett. Nyilván a párhuzamosság mindig drágább, mint az együttműködés. Ennek mentén már a gondolatot el is kezdtük, hiszen a szociális ellátó intézményünket szeretnénk 2020. december 31-ig összevonni, és gyakorlatilag 21. januárjában már csak egy szociális ellátó intézményünk lenne. Nyilván több párhuzamot is fel tudnék még sorolni, de azt gondolom, hogy ez egy olyan nyitott helyzet lett, amiben mindenki megtalálja a magának legmegfelelőt, és azt gondolom, hogy a leggazdaságosabban fenntartható rendszer fog működni. Ez azért is nagyon fontos, hiszen múlt héten volt az az időszak, amikor 2021-27-re vonatkozóan le kellett adni a fejlesztési elképzeléseinket, és meg vagyok győződve róla, hogy az a szakmai háttér, amely ma létrejött azáltal, hogy a társulásban is dolgoznak kiváló vidékfejlesztési emberek, ugyanúgy, mint a dombóvári önkormányzatban. Remélem, hogy ők is össze tudnak fogni, és hatékonyan tudjuk a járást fejleszteni, és komplex módon tudunk gondolkozni, mint a 16 település javát szolgálva. Dombóvárnak megvan a maga felelőssége, és ezzel a szolgálattal megfelelően kell élni, tette hozzá az elnök. Nekünk a 15 települést ki kell szolgálnunk, és mindent el kell követnünk, hogy a járás összes települése egyszerre egy időben fejlődjön, senki nem maradjon le ebbe a versenybe. És nyilván vannak olyan szolgáltatások, mely járásközpontból adódó, csak Dombóváron vehetők igénybe, abban meg viszont a 15 másik településnek kell együtt gondolkodni a Dombóvárnak, hogy ezek a fejlesztések nem azért valósulnak meg Dombóváron, mert Dombóvárnak minden megjár, hanem a járásközpontban kell ezeket a feladatokat ellátni. Azt gondolom, hogy ez a hangulat nyomunkban sem található meg, és egész biztos vagyok benne, hogy ez a társulás az elkövetkezendő 4 évben sikeresen fog tudni működni. Olyan projektek megvalósulásáról beszélünk, mondta Pintér Szilárd, mint az új dombóvári mentőállomás, vagy az STK járóbetegellátó korszerűsítése. De ilyen a térségi szabadidősportcentrum létrejötte is, melyek mind a Kaposmente minden települését szolgálják majd. Elindult a szennyvízrendszer kiépítési program Döbrök közön. A projektindítón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a környezetvédelem és ebben a szennyvízgazdálkodás ügye kiemelt szerepet kap a kormányzati programban. Döbrök közön évek óta próbálták megoldani a szennyvízelvezetés problémáját, mindeddig sikertelenül. A nemrégiben indult beruházás eredményeként 903 háztartásban oldódik meg a probléma oly módon, hogy ez sem a lakóknak, sem az önkormányzatnak nem kerül költségébe. Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése már régóta terben volt a falu életében. 2016-ban sikerült a Magyar Fejlesztési Programiroda a közreműködésével egy pályázatot elnyernünk, melynek keretében így most megvalósul a szennyvízberuházás Döbrökös községben. Ezzel megszűnik a folyamatos talajuk terhelés, talajoknak a szennyeződése, és így egészségesebbé válik a környezetünk. Minden település számára fontos az infrastrukturális fejlődés. Ezzel a beruházással falunk nagy lépést tesz előre környezetünk védelme érdekében. A projekt megnyitón részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki arról szólt, a környezetvédelem központi kérdés a kormányzat jövőbeni feladataiban. Azt gondolom, hogy a 20. század végén, második felében a környezetünk
területén, terén, amit tönkretettünk, azt nekünk most itt a 21. század első felében kell orvosolnunk és rendbehoznunk. Jó látni azt, hogy épülnek, illetve indulnak újabb környezetvédelmi beruházások. Ilyen például Döbrökközön ez a szennyvíz csatorna hálózat, amit már az elmúlt évtizedekben meg kellett volna valósítani, de örüljünk annak, hogy most meg tud indulni. Ennek az összege, a teljes beruházás összege megközelíti az 1 750 millió forintot, ebből 85%-ot biztosít az Európai Unió egy pályázaton keresztül, és 15%-ot pedig a magyar kormány tesz ehhez hozzá. Ez azt jelenti, hogy az itteni lakosságnak és az önkormányzatnak ez a beruházás nem kerül a pénzébe. 903 háztartás tud így bekapcsolódni, és a dombovári szennyvíztelepre viszik az itt keletkező szennyvizet. Remélem, hogy a terheket a lakosság fogja bírni, és az ezzel járó kellemetlenségeket, az építéssel járó kellemetlenségeket, de én azt gondolom, hogy megéri ez a jó másfél év, hogy utána pedig egy tisztább környezetben tudjunk élni. Vannak még olyan települések a térségemben, 58 település önkormányzat tartozik hozzám, kicsit több település az 58-nál. Egyébként Tolna megyében összesen 109 önkormányzat van, úgyhogy látjuk, hogy a déli felén a megyének sokkal több település van, több a kis település. A körzet nagy része, döntő többsége ebből a szempontból jó helyzetben van, de vannak még olyan települések, ahol meg kell valósítani a közeljövőben, meg kell valósítani hasonló beruházást a közeljövőben. Fehér Veli Tamás, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, Tolna megye következő időszakában vonatkozó tervezésében is szerepel, hogy a különböző településnagyságokban élők azonos szolgáltatásokhoz juthassanak hozzá. Az a célja a kormányzatnak is, a megyének is, és természetesen a településeknek is, országgyűlési képviselő uraknak is, hogy megpróbálják azokat a településeket fejleszteni, ahol bezseg az élet, csak nagyon nehezek a körülmények. Azt szeretnénk elérni, hogy minden városban, minden településen ugyanazok a szolgáltatások álljanak rendelkezésre az embereknek, amelyet egyébként joggal elvárnak már. Tehát az a célunk, hogy fölzárkóztassunk, és az a célunk, hogy mindent az ott élő emberek érdekébe teljesítsünk és csináljunk. Zimmermann László, a projektvezetője azt mondta, ezzel a beruházással a település egészében oldódik meg a szennyvízelvezetés. Minden utcában, mindenhol gerincvezetéket vagy nyomóvezetéket építünk, és gyakorlatilag minden házhoz beállunk, egy méterre a telekhatáron belül, tisztítóaknával, illetve ahol házi áttemelő van, ott ugye tovább is kell mennünk, ahol a jelenlegi emésztőgödrök vannak, és így nyilván, hogy a lakosságot, illetve a kapubejárókat, egyebeket, azokat használjuk egy időre, és megpróbáljuk nyilván minél rövidebb időre, illetve egyeztetve a lakossággal. A projekt 2020. augusztus végén fejeződik majd be. Egy sikeres pályázat eredményeképp Nagykösség önkormányzata végre rendbehozhatja a településhez kapcsolódó Nosztáik bekötőutat. Erre 110 millió forintot nyertek. Orvosi eszközbeszerzésre 3 millió forintot fordíthatnak a Magyar Falu programnak köszönhetően. Nagy településen több sikeres beruházás is meg fog valósulni a közeljövőben. A falu élete visszatért az eredeti kerékvágásba a járvány után. Nagykösségben egyébként sem jelentett különösebb problémát a COVID-19 vírus okozta kellemetlenség. Napjainkban azonban már semmit nem észlelünk. Ezekből a jelenségekből az egyetlen működő intézményünk az óvodánk, 23 gyerekkel zökkenőmentesen működik. Éppen egészségben ott vannak a gyermekek, és megkapják ott szükséges ellátást. A 2020. évben köszönhetően a COVID-19-nek semmilyen önkormányzati rendezvényt nem tartunk, ami nagyobb horderejű. A születi fesztiválon gondolkodunk még, mert ugye az szabad téren lesz megtartva. Ennek a valószínűsége még fennáll, de ezen kívül nem fogunk semmit tartani. Égető szükség volt a településhez tartozó Nosztányra vezető út helyrehozatalára. A felújítással nem csak a gazdaság fő mozgatórugóját jelentő Naki mezőgazdasági ZRT telephelyét lehet biztonságosan megközelíteni,
de a település részen élő 8 család hétköznapjai is könnyebbé válnak. Nagy örömünkre szolgál, hogy a top keretből támogatást nyertünk, egy régóta dédelgetett álmunk, a Nosztányi bekötőút felújítására nyertünk 110 millió forintot. Tudni kell erről a beruházásról, vagy leendő beruházásról, hogy ez az útszakasz gyakorlatilag teljesen elhasználódott, és kétségesé is vált most már, hogy a volán ott a menetrend szerinti járatait közlekedteti. Orvosi eszközök beszerzésére is lehetősége nyílt a településnek, a méltán népszerű Magyar Falu program pályázatának köszönhetően. A Magyar Falu programban sajnos a 2019. évben nem volt túl sok szerencsénk, nem nyertünk támogatást, ebben az évben pedig először sikeresek voltunk. Az orvosi eszköz beszerzés pályázaton nyertünk közel 3 millió forintot, amivel ugye gyarapodni fog az itteni orvosi ellátás. Nagyon fontos eszközök kerülnek beszerzésre, többek között hordozható EKG készülék, valamint defibrillátor. Ezek akár életeket is menthetnek. Nakon jelenleg is folyik két közmunkaprogram, mondta el Rácz Róbert polgármester. 10 fő mezőgazdasági munkát végez, 10 pedig a település közterületeinek karbantartásáért felelnek. A Dombóvári Szívklub Egyesület történetének kezdete 27 évvel ezelőttre tehető, amikor dr. Berecki Mária kardiológus felismerte, hogy rendelési időben sajnos nincs idő és lehetőség mélyebben kutatni a páciensek szív- és érrendszeri betegségeinek okát, nincs idő egy megnyugtató beszélgetésre. Ekkor létrehozott egy klubot, ahol szakorvosokkal találkozhattak a betegek kötetlen formában. Mára már ezentúl hangulatos kirándulásokat és kulturális programokat is élvezhetnek a klubtagok. Hasonló betegségük, egészségügyi problémájuk hozta őket össze. A negatívumból mégis képesek a legjobbat kihozni. Egy közös igény alapján már majdnem 30 éve működik a Dombóvári Szívklub. 27 évvel ezelőtt, vagyis 1993-ban jött az az ötlet, hogy a rendelések során nincs idő igazából a betegekkel foglalkozni, tehát elmondani, hogy miért alakult ki a betegség, vagy részletesebben a betegségről. És azért akkor úgy gondoltam, hogy érdemes lenne egy klubot összehozni, ahol kötetlen körülmények között tudunk beszélgetni a betegségekről és a megelőzésről, rehabilitációról, életmódváltásról, mindenféléről. A kezdeti 10-15 fős tagság már a 70 fölé emelkedett, ami sajnos azt jelenti, hogy ezek az emberek valamilyen formában érintettek szív- és érrendszeri betegségek terén, de pozitívum, hogy ebben a klubban teljes körű tájékoztatást kapnak a problémáikkal kapcsolatban. Kezdeti időszakban elsősorban ismeretterjesztő előadásokat tartottunk, minden hónapban, vagy a helyi orvosok, vagy környékbeli orvosok, később a Pécsi Szívgyógyászati Klinikával jó kapcsolat alakult ki, és az ottani orvosok jöttek még előadásokat tartani. Ezen kívül voltak szűrővizsgálatok, aztán kirándulások, akkor a gyerekek számára szerveztünk ilyen versenyeket, akkor rajzpályázatokat, ami mind az egészséggel kapcsolatos volt. A klub 2008-ban öltött hivatalosan is egyesületi formát, amelynek köszönhetően számos lehetőség nyílt meg előttük. Így már hivatalosan pályázhatnak a városi civil keretre, a támogatások segítségével pedig színvonalas programokat tudnak szervezni. Szoros kapcsolatot ápolnak más, hasonló profilú egyesülettel az országban. Későbbiekben ugye 2008-ban akkor egyesületté alakultunk, akkor a kapos szekcsőiek is csatlakoztak hozzánk, és Tóth Imre lett az elnök, én pedig a szakmai vezető voltam. 5 évvel később aztán én vettem át az elnöki szerepet is, és azóta is jelenleg én vagyok a Szívklub Egyesület elnöke. A program lényegében nem változott, ezek az előadások megmaradtak, minden évben voltak kirándulások, szinte már híressé váltak azok a kirándulások, amiket a régi Magyarország területére szerveztünk, tehát Kárpátaljára, Erdélybe, Délvidékre,
aztán Szlovákiába, Csehországba, tehát úgy végigjártuk minden évben valamelyik területet. Ezek nagyon jó hangulatúk és kirándulások voltak, és tényleg ilyen közösségépítő szerepe volt. Aztán fontos dolog volt, hogy több szívklub egyesülettel egy ilyen társkapcsolatot alakítottunk ki, így a Nagyatádi Szívklub Egyesülettel, a pécsiekkel, a faddiakkal, és velük ma is tartjuk ezt a kapcsolatot, kölcsönösen meghívjuk egymást a különböző programokra, és ezáltal tartjuk a kapcsolatot. 4 éve tagja vagyunk a Magyarországi Szívegyesületek Országos Szövetségének, és ezen belül évente egyszer vannak ilyen sportrendezvények, országos szintű sportrendezvények. Voltunk Miskolcon, Barcson, Egerben, Zalaegerszegen, és ilyenkor a tagjaink számára különböző versenyek vannak, tehát atlétikától kezdve úszás, teke, íjászat, sakk, kézilabda, röplabda, tehát különböző területeken lehet összemérni a tudást, és ezek egy nagyon jó hangulatú rendezvények szoktak lenni, ugye találkozunk más egyesületek tagjaival is, már szinte barátságok is kialakultak ez idő alatt. Kezdetben a szakmai vezetés Papp Lajos professzor vállalta fel, aki több alkalommal tartott előadásokat a tagok számára. Később ezt a feladatot Szabados professzor látta el, mondta el dr. Berecki Mária, a szívklub vezetője. Irányításuk alatt több regionális szívklub találkozót is szerveztek. Ezeken általában a professzor úr is egy-egy előadást tart, illetve más előadók is szoktak jelentkezni. Ilyenkor a délelőtti órákban van egy-két előadás, és délután pedig közös főzés, aztán közös zenés torna, zenés tánc, szóval teljesen ilyen közösségi programok szoktak lenni. Ami programunk most nyáron van, 2 héttel ezelőtt volt egy ilyen családi sportnapunk itt a tekepályán. Azok is megpróbálhatták, akik még soha nem tekéztek, meg ezt a petang játékot is kipróbálhatták. 1 hét múlva pedig Óbányára megyünk, és ott lesz egy ilyen gyalogtúra. Hát akik kevésbé bírják, azok kicsit a városban ott körülnéznek, a többiek pedig túráznak. Úgyhogy ez is egy ilyen kellemes kis program lesz, és igazából ugye el kellett halasztanunk az őszi időszakra a többi programot, akkor fogjuk ismét kezdeni ezeket az előadásokat. Amit még szeretnék mondani, hogy minden év végén tartunk egy karácsonyi klubestet, amikor nem szakmai előadások vannak, hanem egy ilyen kulturális programot állítunk össze. Nagyon népszerűek ezek a programok. A zeneiskolai növendékeket szoktuk hívni, vagy más egyesületeknek a kórusait. Szóval próbáljuk a többieket is egy kicsit megmutatni a mi klub tagjainknak. A Dombovári Szívklub Egyesületnek köszönhetően ma már nincsenek magukra hagyva a szívbetegek. Kérdéseik megválaszolásra kerülnek egy-egy szaktekintély színvonalas előadásán, mindemellett egy olyan csoport tagjai lehetnek, ahol a vidámságé és a pozitív dolguké a vezető szerep. Egy hetes hittantábort szerveztek Kaposszegcsőn, ahol elsősorban alsós hittanosok vettek részt. Az zömmel vallásos jellegű programok mellett rengeteg mozgásos és kreatív foglalkozás várta a kicsiket. A gyerekek ellátogattak Pécsre, valamint a közeli Szent Anna kápolnába is. Néhány év kihagyás után idén minden kedvezett a hittantábor megszervezéséhez Kaposszegcsőn. Elsősorban alsó tagozatos katolikus hittanon résztvevő gyerekek vannak itt, de nagyon nagy örömünkre néhány idősebb gyerek is gondolt arra, hogy talán egy kicsit a hittel, a Jézussal való kapcsolatát ilyen formába is kimeríti. A tábor jellegéből adódóan elsősorban a hittel kapcsolatos dolgokkal ismerkednek meg a gyerekek, de színesítik a programot különböző kézműves vagy sporttevékenységek is, mondta el Nagyné Tóth Erzsébet, művelődésszervező. A templomban kezdtük
a programunkat egy közös imával, majd a kaposzekcsői Szent Erzsébet templom történetét ismerhették meg a gyerekek. Utána általánosságban a templom jellemzői, hogy mitől templom a templom, honnan tudjuk egy épületről, hogy az biztosan templom. Délután pedig egy templomnak, egy árpádkori templomnak a makettjét készítettük el. A régi templomok mintájára egy mozaikos üvegablakot készítettünk, amit a gyerekek természetesen haza is vihetnek. Mivel a kaposztekcsői templom Szent Erzsébet nevét viseli, róla nagyon sok mindent megtudhattak a diákok. Dalok és egyéb tevékenységek során ismerhették meg életét. Egyik nap a Dombovár szőlőhegyi Szent Anna kápolnában részt vehettek a táborozók egy szentmisén is. Örült a lelkem annak, hogy sokan vállalták a minisztrálást, voltak felolvasóink, és nagyon-nagyon szívmelengető dolog volt, amikor az a pici kápolna szinte velünk zsúfolásig megtett, és mondta mindenki együtt a mi atyánkot. Egy akadályversenyen vettek részt a gyerekek, ahol volt játékos feladat, volt egy kis kérdéscsoport az eddig tanultakról is. Ma délelőtt a jelesebb magyar szentekről, úgy mint Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre, Szent Margit és Szent Erzsébet volt egy kis bábos foglalkozás, délután pedig egy mozaik képet készítettünk valamelyik szentről. A záró napon egy izgalmas és remélem jól sikerült programunk lesz, Pécsre látogatunk el, ahol megnézzük a kincstárat, a székesegyházat, föl tudunk menni majd a toronyba is, szerintem ez nagyon nagy élmény lesz, mert kevés gyerek járt még templomtoronyba. Utána visszamegyünk egy interaktív foglalkozásra, ahol a gyerekek még saját székesegyházat is építenek, és ebéd után, ha az idő engedi, akkor fölmegyünk a Kálváriához, és egy gyermekkeresztúttal fejezzük be a tábort. Ahhoz, hogy az egyhetes napközis tábor egyetlen perce se legyen unalmas, számos segítő összefogása kellett. Két nagyon-nagyon kiemelt segítőm volt, Somogyi Bernadett, ő Pécsi Egyházmegyei hitoktató, ő vállalta föl a program oroszlán részét, a gitáros énekes részeket, a szentekről való foglalkozást és a Szent Erzsébetet, valamint minden egyébbe, és Patakiné Böjtös Erzsébet az iskola pedagógusa, aki a háttérmunkát, a segítséget, az ötleteket, és bizony, ami vele jár egy táborral, azokat a munkákat is elvégezte. Azon kívül voltak a segrestyésünk, aki mindig szépen rendbe tette, földíszítette a templomot, hogy mehessünk, vagy akár a Szent Anna kápolnánál az ott, hát nem gondnok, de egy segítő, Varga Stadler Gáborné, aki megismertetett bennünket a templom történetével. És hogy ez az összetett munka valóban eredményes volt, arról a gyerekek elégedett mosolya és jókedve árulkodik. Itt voltak gyerekek, meg ez nagyon-nagyon jó tábor, ez a kedvenc táborom, és nagyon-nagyon jók itt a foglalkozások, meg itt ugye a Jézusról is beszélünk, és ő nagyon fontos. Meg itt vagyunk a barátainkkal, és játszunk sokat, meg még az ennivaló is nagyon finom. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!